Azoknak az ukrán állampolgároknak, akik még nem igényeltek rezsitámogatást a 2024-2025-ös fűtési szezonra, november 30-ig van erre lehetőségük. Ebben az esetben a támogatást visszamenőlegesen október 1-től nyújtják. A közüzemi díjakkal elmaradt adósok azonban elveszíthetik a támogatásra való jogosultságukat, jelentette be Darina Marcsák szociálpolitikai miniszterhelyettes. A támogatás igényléséhez szükséges iratokat nem csak személyesen az adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központok vagy a nyugdíj alap felkeresésével lehet benyújtani, hanem online is. 2023 tavaszától egyszerűsített eljárás lépett életbe. Ez szerint elég egy rövid igazolást benyújtani a háztartásban élő családtagokról, a többi adatot a nyugdíj alap gyűjti össze. Azok viszont, akik már három, illetve ennél több hónapnyi adósságot halmoztak fel, akkor válnak ismét jogosultá a támogatásra, ha kifizetik tartozásukat vagy adósságát ütemezési megállapodást kötnek. Utóbbi lehetőség esetén a részletfizetést akár öt évre is fel lehet osztani.